Köszöntöm a telefonnál Hete Ákost, a Veszprém megyei katasztrófa védelem szóvivőjét. Szerbusz Ákos, arról beszélgettünk veled, hogy a heti hírmondóról, illetve a múlt héten történt eseményekről fogunk beszélni, valamint a kéménytüzekről, de sajnos van szomorú aktualitása a beszélgetésünknek is. Tapolcán történt egy haláleset. Mit lehet erről tudni? Köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, ma reggel a mentőszolgálat munkatársai kérték a tapolcai önkormányzati tűzoltók segítségét. Szénmonoxid mérgezés gyanúja merült fel két embernél. A családi házban összesen 5-en tartózkodtak. A helyszíre érkező orvos elmondása alapján két ember veszítette életét, feltehetően mérgezés miatt. A tűzoltók kiérkezéséig az épületet már alaposan átszellőztették, ezért szénmonoxid jelenléte már nem volt kimutatható. A Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a társszervekkel együtt vizsgálja az eset körülményeit. Tehát ebben az esetben nem jelenthetjük ki egyértelműen azt, hogy szénmonoxid mérgezés, csak azt, hogy valamilyen mérgezésben hunytak el az áldozatok. Idén mennyire jellemző, illetve idén, hát 2017 elején vagyunk, de az idei szezonban mennyire jellemző a szénmonoxid mérgezés megyénkbe? Ugye fontos kiemelni, hogy a szénmonoxid mérgezések, illetve a szénmonoxid jelenléte az nem csak a fűtési szezonban adott, tehát a fűtési szezonon kívül is ugyanúgy, tehát a tökéletlen égés mellékterméke ugye a szénmonoxid, ez ugyanúgy létrejöhet akár nyáron is egy nyílt égésterű tüzelőfűtőberendezés esetében. Egyébként az esetszámaink a fűtési szezonnal összefüggésben növekedtek ilyen tekintetben az elmúlt év végén. Igazából októberben és szeptemberben voltak ilyen eseteink, de itt minden alkalommal még idejében érkezett a segítség, és nem történt haláleset. Azonban 2016 elején, még az év elején volt egy sajnálatos haláleset Szentgálon szénmonoxiddal összefüggésben. Akkor itt azért kijelenthetjük azt, hogy a megelőzéssel sikerült elérni a célt, és valóban sikerül megelőzni talán a haláleseteket? Hát igen, ugye több intézkedés is van erre vonatkozóan. Például a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján folyamatos a lakosság tájékoztatása, illetve ugye rajtatok keresztül, sajtóorgánumokon keresztül folyamatosan elmondjuk, hogy milyen fontos az, hogy lehetőség szerint, amikor például egy háznál nyilászáró korszerűsítés történik, illetve olyan beavatkozás, ami jelentősen megváltoztatja az épület tulajdonságait, akkor minden esetben konzultáljunk szakemberrel, ne csak a szórmunka keretében a kéményseprővel vizsgáltassuk át az éges termék elvezetőt, illetve az összekötő elemet, hanem mindig nézessük meg magát a berendezést is, illetve, mint már mondtam, nézessük meg a ház, illetve az épület változtatások után milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Gondolok itt ugye nagyon fontos a levegő utánpótlás. Tehát az otthon a szénmonoxid főként akkor keletkezik, amikor a levegő utánpótlása nem biztosított annak a nyílt égésterű tüzelőfűtő berendezésnek, és ekkor ugye azt a levegőt, ami abban a helyiségben van, ahol ez a berendezés telepítve van, elhasználja az a berendezés, és ez a gáz ugye terjedni kezd. Az emberi érzékszervek számára érzékelhetetlen gyakorlatilag, tehát nem vesszük észre, csak műszeresen mutatható ki ennek jelenléte, és itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a katasztrófavédelem honlapján megtalálhatók azok a már bevizsgált szénmonoxid érzékelők, amelyek életet menthetnek. Például meg lehet találni őket bármelyik ilyen fűtés szerelvény boltban, lehet vásárolni most már jó minőségi termékeket nem túl magas áron, és mint mondtam, ezek életet menthetnek, tehát nagyon fontos a felkészülés és a megelőzés és az előrelátás. Tehát nem érdemes spórolni piacon, vásárolni ezeket, érdemes azt venni, amiről biztosan tudjuk, hogy működik. Valamint felhívtátok a figyelmet most a nagy hideg előtt a szellőztetésre, tehát a megelőzésben az is sokat számíthat, vagy sokat segíthet, hogyha rendszeresen szellőztetjük az ingatlant. Pontosan így van, a nagy hidegben is oda kell figyelni arra, hogy a lakásban megfelelő időközönként szellőztessünk, igen, és a levegő utánpótlás ezáltal is biztosított legyen.
Beszélgetésünk előtt egy másfél órával nagy erőkkel vonultatok itt Ajka utcáin. Mi volt ez a tűzeset? Lehet róla valamit tudni? Hova riasztottak benneteket? Igen, itt a Lőbi Sándor utcában történt egy káreset. Egy kétszintes épület alsó szintjén egy kb. 12 négyzetméteres kazánházban keletkezett tűz. Az ajkai egységek két gépjármű fecskendővel, illetve egy visszaállító járművel vonultak az esethez. Rövid idő alatt felszámolták a káreseményt, így a tűz nem terjedt tovább az épület más részeire, személyi sérülés pedig nem történt. Múltkor beszélgettünk veled telefonon, és felhívtad a figyelmemet, hogy fontos a megfelelő oldaltávolság betartása mondjuk egy ilyen kazánházba, tehát hogy a tűzifát milyen messze tegyük a kazánhoz. Tudsz ezzel kapcsolatban mondani valami adatot centiméterileg, vagy hogyan van ez? Hát igen, tehát nagyon fontos az, hogy a tüzelőfűtő berendezés közvetlen közelébe gyúlékony anyagot semmiképpen ne helyezzünk. Igazából ez már józanésszel magától meg tudja ítélni az ember, hogy mi az a távolság. Lehetőség szerint a kazánházba egyébként egyáltalán ne helyezzük ezeket, illetve tehát ugye a kazánház jellemzően kis alapterületű, és itt okozhat gondot akár a tüzelőanyag, illetve az egyéb használati cikkek is. Tehát ne helyezzük a közvetlen közelébe, mondom még egyszer. Rendben van, beszéljünk egy kicsit a múlt héten történt esetekről. Nem unatkoztok idén sem, pedig még csak most kezdődött az év. Igen, volt több káresetünk is már a múlt héten. Egy viszonylag nagyobb lakástűzzel indult a hét. Teljes terjedelmében égett egy családi ház január 3-án délután Nyirádon a Dózsa-György utcában. Az ajkai és a badacsonytomai tűzoltó rajok vonultak. Beavatkozás során több vízsugár bevetésével végezték az oltást. Felderítéskor kiderült, hogy az épületben három propánbután gázfalckot is tároltak. Ezeket a tűzoltók a megfelelő hűtés mellett biztonságos helyre vitték. A házban életvitelszerűen négy ember élt, közülük egy sérült meg, a mentett szolgálat tájékoztatása szerint könnyebben. Az épület lakhatatlanná vált a tűz következtében, a családot lakosságvédelmi intézkedés keretében rokonoknál helyezték el. Ennél a tűz esetnél lehet esetleg tudni, hogy ez mitől keletkezett? A televízióban lehetett látni, hogy ott egy kályha volt a leégett ilyen sparhelyszerű kályha. Ott volt esetleg valami probléma? Tűzvizsgálati eljárást indítottunk ennek a felderítése érdekében. Azért ennek az átfutási ideje hosszabb, de azt már akkor a kollégáim megállapították, hogy onnan indult fel, tehát igen, a kályhától a tűz, ott voltak láthatók lángal égés nyomai, és onnan terjedt valószínűleg szét a ház más részeire is. Említetted, hogy három darab gázpalack volt ebbe a lakásba. Itt a lakók, ha jól tudom, közölték azonnal veletek, hogy gázpalack is van. Tehát ez fontos, hogyha tűz van, akkor mindig tudassuk a tűzoltókkal, és lehetőleg a palack helyét is. Pontosan. Ugye, amikor már füsttel telítődött egy lakás vagy egy épület, akkor ott már a tűzoltónak, hiszen ugye idegen helyen van, elég nehéz tájékozódnia, és ugye minden esetben ezeket a palackokat ki kell hozni, hiszen ezek ugye robbanással megnehezíthetik a beavatkozást, ezért mindig ezeket a palackokat kihozzuk. Igen, a bejelentésnél fontos, hogy ezeket az oltást nehezítő tényezőket mind jelezzük a műveletirányítás felé, hogy fel tudják készíteni időben az állományt, hogy mi várja őket a kárhelyen. Múlt héten volt még egy vadgázolásotok is, szerintem erről különösebben nem is kellene beszélnünk. Viszont Városlődön volt egy haláleset is, hogyha jól tudom. Igen, itt egy, tehát ide ajtónyitáshoz riasztották az ajkai tűzoltókat. Itt is szintén a mentőszolgálat kért segítséget. Tűzoltók behatoltak az épületbe. Itt egy ember összeégett holttestét találták meg. A felderítés során kiderült, hogy korábban kisebb tűz volt az egyik helységben. Erre a mintegy egy négyzetméteren összeégett felületen megégett linoleum utalt. Ezt is egyébként tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a műveleti szolgálat. És igazából, ami a legtöbb munkát adta most nektek, az a kéménytüzek, hogyha jól tudom. Ezekről mit lehet tudni?
Igen, az elmúlt napokban mondhatni ugrásszerűen megnőtt a kémény-tüzek száma Veszprém megyében. Több mint 10 esetben riasztották a tűzoltókat olyan kéményekhez, melyekből hát jobb esetben csak szikrák, rosszabb esetben pedig láncsóvák csaptak ki. Az elmondható, hogy a gyors segélykéréseknek és a szakszerű beavatkozásoknak köszönhetően jelentős tűzesetet nem okoztak. Ezek az elkoszolódott égés termék elvezetők. Viszont szeretném felhívni a figyelmet továbbra is a megelőzés fontosságára. Itt ugye a kéménytüzet az okozza, hogy gyakran az emberek nem olyan anyaggal fűtenek, amire az adott fűtőeszközt megtervezték, esetleg nem tartják karban, nem tisztítják meg megfelelően a fűtőberendezésüket, és ugye a nem rendeltetésszerű használat jelentős anyagi kárral, esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetekhez is vezethet. Ilyenkor a kéménytűz úgy alakul ki egyébként, hogy a korom lerakódik az égéstermék elvezető rendszerben. Ezzel leszűkül a kémény áramlási keresztmetszete, és ez a lerakódott koromréteg fűtés során izzani kezd, meggyullad, és ugye ez tűzhöz is vezethet, és ugye másodpercek alatt átterjedhet a ház tető szerkezetére és egyéb részeire is ez a tűz. Arra kell figyelni még továbbá, hogy ugye ezeket az égéstermék elvezetőket most már ingyenesen lakossági sormunka keretében tisztítja a katasztrófavédelem kéménysektorú ipari tevékenységet ellátó szerve. Ők elérhetők itt Veszprémben személyesen is, a Radnóti tér 2/A-ban vannak elhelyezve, de telefonon is, illetve a kéménysektorú.katasztrófavédelem.hu weboldalon keresztül itt minden információ fel van tüntetve és rendelkezésre áll a lakosság számára. Tehát akkor fontos az, hogy ne vegyük félváról a kéményseprést, igaz, hogy már meg is szűnt ez a rég bevált módszer, hogy legyintünk egyet, és azt mondjuk a seprőnek, hogy ó, ki ne seprője, uram, hát most takarítottam, nem? Most mindenképpen sepertetni a kéményt, és akkor nem lehet baj. Igen, igen, igen. Mindenképpen erre hívnám fel a figyelmet. Ezek a szikrák, amik jönnek ilyenkor a kéményből, nappal is ugyanúgy jól látszanak, mint sötétben? Hát nyilván éjjel jobban láthatók, de természetesen észre lehet venni ezt nappal is. Hiszen ugye komoly melegedés is tapasztalható a kéménynél. Mert mint mondtam, ugye a falára ez a kiült korom, vagy rosszabb esetben kátrány felizzik ilyenkor egy nagyobb befűtés alkalmával. Hát ez jól látható. Tehát, hogyha én megfogom kintről a kéményemet, fölmegyek mondjuk a padlásra, ott, hogyha forró a kémény, akkor kezdhetek gyanakodni? Hát igen. Hát mondjuk a kémény az forró lesz nyilvánvalóan, tehát az égésben ugye ő távozik, akkor van probléma, mint mondtam, hogyha szikra vagy láncsóva csap ki a kéményből, ilyenkor mindenképpen forduljunk a katasztrófavédelemhez, a 112-es segélyhívó telefonszámon elérhetők vagyunk, és gyorsan el tudjuk hárítani a problémát. Ákos, köszönjük szépen neked a mai beszélgetést. Eseménymentes hetet kívánunk. Remélem a jövő héten nem kell ilyenekről beszámolnunk, és beszélgethetünk arról, hogy milyen szép idő van. Nagyon szépen köszönöm. És akkor találkozunk a jövő héten. Szia! Rendben, köszönöm. Viszont.